A nyíregyházi U20-as kosarasok az elmúlt szezonban nagyszerűen szerepeltek az EBL sorozatban, ugyanis bejutottak a szuperdöntőbe, ahová azonban a felnőtt csapat rájátszásbeli meccsé miatt nem tudtak elutazni. A két cápák eddig minden tornán idegenben léptek pályára, a hét második felében azonban hazai környezetben szerepelnek Mokánszkijék. A Continental Arénában rendezik ugyanis az A csoport nyitó tornáját, amelyen a hazaiak mellett indiai, román, szlovák, svéd, cseh, olasz és francia csapatokat láthatnak az érdeklődők. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kosárlabdát láthatnak, akik eljönnek hozzánk, és legfőképp nem ugyanolyan kosárlabdát, mint amihez hozzászoktak. Ez egy teljesen más torna, mint ami Nyíregyházán eddig megfordult, hiszen külföldi csapatok jönnek általában, a Szolnokot kivéve ők ugye a magyar bajnokságban is szerepelnek, de a lényege az, hogy teljesen más stílusú csapatokat fognak látni, és nagyon jó az, hogy a mi fiataljaink találkozhatnak olyan kosárlabda kultúrákkal, amik igazából távol vannak tőlünk. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy a nyíregyházi fiatalok, vagy a nyíregyházán kosárlabdázó fiatalok is megismerkedjenek a nemzetközi szinten, a nemzetközi színvonallal, tudnak egy kicsit tapasztalatot szerezni, és esetleg azt is látják, hogy mi az, amit mi pótolniuk kell. A vendégcsapatok közül elsőként kedden az NBA Academy India érkezett meg Nyíregyházára. A szervezők igyekeznek a résztvevő csapatok minden kívánságát teljesíteni. A helyi szálláshelyek, éttermek, illetve buszos cégek nagyon partnerek voltak mindenben. Mai napon is érkezett egy módosítás, még egy telefonhívás, és rögtön módosult minden. Bármit meg tudtunk oldani, hál' Istennek tényleg partner volt benne mindenki, hogy ezt a 135 főt rugalmasan el tudjuk helyezni. A torna csütörtökön délután 3:30-kor a Nyíregyháza Blue Sharks NBA Academy India mérkőzésen rajtol, és a vasárnap 13:30-kor kezdődő Nyíregyháza Blue Sharks Szolnoki Sportcentrum találkozóval zárul. Közben folyamatosan követik egymást a meccsek. A hazaiak pénteken 15 órától a szlovákiai SBK Junior Levice, pénteken 17:30-tól pedig a svéd Skuru Basket ellen lépnek pályára. A Continental Arénában ingyen nézhetik meg a torna mérkőzéseit az érdeklődők.